My wife is dying. My children is dying. A Szerbiában vagyunk, Szabadka mellett egy elhagyatott régi téglagyár területén. This is not a camp, it's an improvised gathering point. Everybody, step back. Yes, follow me, come on. Okay. Follow. Two people, next car. Next car, okay. A Röszkei befogadó állomásnál vagyunk, minden menekültet idehoznak először, aki átjut a határon és elfogják a rendőrök. Itt történik a regisztrációjuk, itt átesnek egy orvosi ellenőrzésen és egy új lenyomatvételen, és innen szállítják őket tovább vagy a Nagyfai állomásra, vagy a szegedi határrendészetre. A menekültek ingyen, elvileg ingyen elvonatozhatnak valamelyik menekült táborban. Viszont az történt, elmentünk a vonatállomásra, és kiderült, hogy ezek a menekültek egy magyar nyelvű papírt kapnak a cél magyar nyelvű megjelölésével. Ugyanakkor viszont az állomáson semmilyen felirat nem figyelmezteti őket arra, hogy vonat nem megy az adott célállomáshoz, tehát egy vonatpótló busszal kell elmenni, egy akármilyen ceglédig, és onnan aztán akkor tovább, és akkor tehát ezek a szerencsétlen fiúk, lányok egyszerűen állnak, és nem értik, mi van, és igazuk van, mert mi sem értjük, hogy mi van. Este 10 óra múlt, Szeged vasútállomás előtt vagyunk. Mi történik? Hadd kérdezzük meg. Most egy rendőr intézkedés, most erről nem nagyon nyilatkozik. Nem történt semmi, csak segíteni akarunk valakinek. Születési idő. A civilek segíteni szeretnének valakinek. A rendőrök megnézték az illető papírját, és felírták a segítő civil adatait. De miért jött át? Miért nem maradt otthon a kurva anyjába? Első akció a plakát festés volt. Most úgy néz ki, hogy gyakorlatilag szociális tevékenységet végzünk, takarót osztunk és ételt az ideérkezőknek, mivel az állomás 11:30 után bezár. Rengeteg felajánlásunk van, most próbáljuk rendszerezni és koordinálni ezeket. Meglepően sokan próbálnak kapcsolatba lépni velünk és segíteni abban, hogy ez minél gördülékenyebben történjen. Please understand that there are more people coming very soon, and maybe among them kids and women. So we save some blankets for the kids. Jó estét! Erdély Katalin. Közi csókolom. Örvendek. És? Ennyi? Jó, csak nem beállok hozzá, hogy vegyenek, jó? Tessék, kikapcsolni a kamerát. Mi a túrójai jönnek? Mi nem mennek Afrikába? Szomáliába, Dél-Amerikába. Onnan jönnek. De Szomáliába, Dél-Amerikába menjön meg a szomszéd állam. Ez nem akar hazagyűlni, ez mind gazdasági, mert lehet, hogy meg a segélye gyűl. Semmi mönöke. Mitől fél, hogy ők beállnak taxizni és elveszik a maga Utálom. Munkáját? Utálnám, ha néger lenne a fiam osztálytársa. Ennyi. 16 tonna, fekete szén. 16 tonnál taxis, mennyi a lélek, annyi kéne. Éjjel 3:41 van. Itt állunk a szegedi határrendészeti kirendeltség előtt. Az épületben éppen
menekültek adatait rögzítték. Mi a neve? Zaheri Mornabil vagy? Zaheri Mornabil. A határrendészet nem figyel arra, hogy mikor indul az utolsó vonat. Tegnap egy 40 fős csoport érkezett 10 óra magasságában, az utolsó vonat pedig 20 óra 45 környékén indul. Reggel 4 órakor vonatindulás előtt egy fél órával mindenkit megpróbálunk felébreszteni. Komoly nehézségekbe ütközünk, mert mindenki teljesen kimerült. Van, akit percekig próbálunk ébreszteni, hogy lenekésse a vonatot. Serbia was so difficult border and so long way. Police came after you. Yeah. After you crossed the border. Yeah, yeah. On the field. Yeah. No problem. Police can arrest and stay him and go. Én se vágyom arra, hogy a fiaim meg a gyerekeim négerre járjanak, meg arab köcsöggel. Ismerek egy fogorvost is köcsög. És mert aki... az összeset? Igen. Thank you very much. Good song. Perfect. What is the song about?